A Kanizsai Vízilabda Sport Egyesület számos korosztályos csapat a vízbe szállt a hétvégén a Kanizsa úszodában. Az ifjúsági serdülő és gyermekgárdák gárdák a mérkőztek. Az ifik 12-9-es vereséget szenvedtek, a másik két együttes viszont 19-18-ra és 9-7-re legyőzte ellenfelét. A legfiatalabbaknak számító bébi korosztályban két mérkőzésen szereztek meccsrutint a gyerekek. A legifjabb kanizsai vízilabdázók az Avus és a Soproni vs korosztályos csapataival játszottak mérkőzéseket. Ebben a korcsoportban még nem mérik hivatalosan az eredményt. A lényeg, hogy a gyerekek megszeressék a játékot és sikerélményt szerezzenek a sport által. A kvs Facebook oldalán található értékelés szerint az Avus ellen szoros küzdelem bontakozott ki. A hazaiak játéka negyedről negyedre hatékonyabbnak biz. A soproniakon már a meccs elején felülkerekedtek a dél délzalai fiatalok. Számos kanizsai labdaszerzés, gyors lefordulás és gól jellemezte a találkozót, amelyen szinte valamennyi kanizsai játékos betalált az ellenfél kapujába.